Köszöntöm Önöket, a Debreceni Hírefen frekvenciáját hallgatják. Mai adásunkban Síró Ágnese Debreceni pszichológussal ülünk le beszélgetni egy igen érdekes korosztály ismerkedési szokásait boncolgatva, mégpedig pedig az ég Sokszor találkozhatnak a fiatalokat érintő megbélyegzésekkel, többek között azzal is, hogy a mai fiatal fiúk már nem tudják, hogyan kell udvarolni egy lánynak, de hogy ezek igazak-e. Arra most fényderül. Köszöntöm a stúdióban Síró Ágnest. Köszönöm a meghívást. Kezdjünk is bele, egyelőre még anélkül, hogy nagyon belemennénk a mélyebb okokba. Valóban nem tudnak úri emberek módjára ismerkedni a fiatalok? Mások az ismerkedési szokások. Az ismerkedési szokásokat fölgyorsította az internet világa. De azt tapasztaltam, hogy az offline térben is nagyon megváltozott az ismerkedési trend. Mégpedig azt tapasztaltam, hogy a fiúknak nem kell különböző köröket tenni általában, és, és hosszasan udvarolni. Sokkal gyorsabban megy ez a mai fiatalok között. A lányok azok eldöntik, hogy vagy akarnak ö, ö, találkozni későbbiekben azzal a fiúval, vagy nem. Nagyon érdekes dolog, hogy egyetemisták ö, körében pár évvel ezelőtt csináltak egy felmérést hogy mennyire szorongás keltő egy ismerkedési helyzet. És azt tapasztalták, hogy a fiúknál egész magas százalék, tehát 60-70 százalék az, aki átélt már szorongást, ismerkedési szituációban. A lányoknál ez alacsonyabb érték volt. Azért, mert azért a mi kultúránkban még, még a fiúktól várjuk el az aktivitást, és nyilván a fiúknál nagyobb a tét, hogy az a lány visszautasítja vagy nem. És különösen azok a fiúk, akik, akik egy kicsit önbizalomhiányosak, nehezebben viselik a visszautasítást, azok nehezebben is szánják rá magukat, hogy ismerkedjenek. De azt gondolom, hogy amikor valaki kinéz valakit, hogy szeretne közelebb kerülni hozzá, nagyon-nagyon azzal az egy személlyel szeretne megismerkedni, akkor a mai fiataloknál is azt látom, hogy bizony nagyon-nagyon tudnak szorongani, nagyon bizonytalanok, és akkor próbálnak minden ilyen udvarlási manővert elővenni de ez, ez ritkább eset. Akkor szoktunk, ugye, szorongva, ma is úgy van, hogy, hogy azt se tudja, hogy fiú vagy lány, vagy hogy mi a neve, mikor egy olyan lányal vagy egy olyan fiúval találkozik, aki álmai fiúja, meg álmai lánya lenne. Igazából erre reflektálva nagyon helyes, hogy a fiúk jobban izgulnak, legalább valami maradt régről egyébként. Akkor is igen, a férfiaknak kellett küzdeni a nőjek, Legalább ez megmaradt. De ez az élő szituációkban. Ehhez még hozzátenném azt is, hogy egyre inkább leszoknak arról, hogy, hogy szemtől szembe történjen ez az ismerkedés, bár rengeteg szórakozó helyi és egyéb van, hanem az internet világában könnyebb, és ott viszont a fiúk nagyon kezdeményezőek tudnak lenni, úgyhogy kiegyenlítődik ez a helyzet. Milyen szempontokat vesznek figyelembe párválasztásnál a fiúk és a lányok? Egyáltalán párt keresnek, vagy leginkább szórakozásként fogják fel? Én azt gondolom, hogy is is. Uh -huh. Párt is keresnek, meg szórakozni is szeretnének. Ez azt tudom mondani, hogy a kapcsolatokat a mai fiataloknak sokkal hamarabb engedik a szülők, és sokkal hamarabb történik, a, az első párválasztás, vagy, vagy valamilyen szintű párkapcsolat. Viszont az elköteleződés meg nagyon kitolódik. És ebben a hosszú időszakban viszont a lányok is az aktív keresés időszakában vannak, vagy fázisában, nem úgy várják csipkerózsika állommal, hogy jön az az igazi egy szem, hanem bizony aktívan próbálkoznak ismerkedni és keresni és ez az aktív keresési időszak, ez a mai fiataloknál úgy látom, hogy felerősödik. De az elköteleződés az kevésbé jellemző. Bár vannak gimnázista párok, akik már egy éve, fél éve, három hónapja, néhány fiúnak vagy lánynak még az is sok, uh -huh. és, és azt már igazi kapcsolatnak veszik. Wow. Nem egy nagy szám, azt hittem, hogy majd itt két-három évről fogunk beszélgetni. Még, még akkor nem? Ebben, igen. Uh -huh. De nem biztos, hogy meg kialakult bennük akkor ez, hogy olyan nagyon hosszú távú kapcsolat alakuljon ki. Az nem lehet, hogy olyan rövid távban gondolkoznak. Oké, okay, jelenleg még jól érzem magam vele, de nincs olyan nagy elköteleződés, tehát hogyha jön jobb, jön okosabb, jön szebb, akkor igazából könnyebben leváltható. Azt tudom mondani, hogy megint visszatérek az internet világára, hogy sokkal nagyobb a választék. És azt gondolják, hogy igen, hát hány helyes fiú, hány helyes lány van még, és akkor én egynél elköteleződjek? Különösen a fiúknál szokásos ez, hogy egymást is cukkolják, hogy hát miért köteleződ el, hát nézd meg, mennyi lány van még rajta kívül, úgyhogy. Ez, ez így szokott manapság lenni. A, nagyon igénylik a kapcsolatot a mai fiatalok, azt látom. Nagyon igénylik, és nagyon igénylik a figyelmet, hogy egymásnak ott legyenek. Napi kapcsolatban legyenek, ezt szintén az okos eszközök ezek lehetővé teszik, és azt látom, hogy nincsen semmi kivárás. Ha már két óra hosszat nem válaszol az illető, akkor elkezdenek kombinálni, hogy miért. Egy fél napról napról már nem is beszélek. Úgyhogy egészen más. Így az elköteleződés is, meg a kapcsolati trendek is sokat változtak. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy önbizalomhiányosak a fiatalok. Nyilván nem általánosítok, csak a többségről beszélek, és nagyon érzékenyek. És igen, ez az önbizalomhiány azt eredményezheti, hogy azért nem ér vissza, mert túl kevés vagyok, találtam más, nem vagyok neki elég izgalmas, hogy valószínűleg ez, ez ezért köszön vissza, ugye? Igen, ez pontosan így van, hogy, hogy akinek kevesebb az önbizalma, alacsonyabb az önértékelése, az rögtön esetleg kombinálni kezd, hogy, hogy talán nem is vagyok elég. És ráadásul az internet világában azért sokszor megismerkednek, nagyon jó csetelés és üzenetváltások vannak, és akkor egyszer csak az egyik eltűnik. És eltűnhet mindenképpen, úgyhogy ezt is gyakran tapasztaljuk. Beszéltünk itt már az online ismerkedésnek a hátulütőiről, viszont ugye az elmúlt években meg tényleg nagyon-nagyon megváltoztak az ismerkedési szokások. Én, igen, még levelet küldtünk postással, hát mondjuk én még nem. <laughs> de, de hogy annak volt egy, egy ilyen varázsa, volt egy menete, idő volt, még megérkezett a levél, kézzel írtuk a levelet. Uh -huh. Most már ez teljesen megváltozott, amit ön is említett, nagyon könnyen elérhetünk bárkit az internet segítségével, és nagyon sokan próbálnak online kapcsolatot keresni. Ennek milyen hátulütői lehetnek még. Van egy bizonytalansági faktor ebben, hogy látok egy ígéretes képet, meg egy-két aláírást, vagy egy-két szituációt, amit még a profil enged. És akkor ennek alapján magamban elképzelem, hogy milyen is lehet az illető. De nem látjuk a környezetét. E, igazán nem tudjuk felmérni e, sem az érdeklődését, sem a műveltségét, sem az, hogy van-e közös e, témánk. E, mert egy-két felületes e, mondat elhangzik, de mi ebben nem ismerjük meg. Ez az egyik. A másik az, hogy ismerkedésnél nagyon fontosak a nonverbális jelzések. A nonverbális jelzéseket próbálják ezekkel a mosolygó, meg egyéb kis smiley-kkal smiley helyettesíteni, meg szívecske, meg szaladó szívecske, vagy szálló szívecske. Igen, most már leszakunk az írásról is lassan, tehát Igen, hogy már az is. És ősregyi. akkor fél, fél szavakkal. És nem csak az ismerkedés megy, én sokkal nagyobb problémának érzem azt, hogy, hogy a szakításra sem aztán kialakul egy kapcsolat az internetes ismerkedés után, de a szakításra se veszik a bátorságot, se a lány, se a fiú, hogy szemtől szembe azt mondja, hogy eddig volt ez a kapcsolat, és nem tovább hanem vagy leállnak az üzenetekkel, eltűnnek, vagy pedig írnak üzeneteket, és egy-egy üzenetbe szakítanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a másiknak is meg kell adni azt, azt a tiszteletet, ha már együtt jártunk, hogy szemtől szembe szakítsunk. De hát a szakításig, az ismerkedés az nagyon izgalmas még. Az internet az, az ö, nagy lehetőséget ad erre, és ott a, az önbizalom hiány, az, az később mutatkozik meg. Mert először elég magabiztosan ö, ö, tudnak a lányok és fiúk is írni. Viszont félnek a személyes találkozástól. Mert mert az azért mégiscsak izgalmas, és akkor átélik az ismerkedésnek azt a feszültségét, azt az izgalmát, amit pedig a régiek is átéltek. A személyes kapcsolatok leredukálása egyfajta személyiségváltozást is okozhat? Mást veszünk figyelembe, ha személyesen találkozunk a kiszemeltünkkel, és mást akkor, ha online? A személyiségváltozás azért az egy hosszabb és bonyolultabb folyamat, de sok minden ezzel biztos, hogy változik gyorsabban kell, hogy reagáljanak mind a ketten a párkapcsolat bizonyos fázisában, és azt tapasztaltam, hogy kötődés az nagyon jól megvalósulhat de virtuálisan is, de azért az nem helyettesíti az igazi kötődést. De hát a szerelmi és párkapcsolatoknak van egy intimebb, a szenvedélyes összetevője, és hát a szenvedét is úgy láttam, hogy igyekeznek minél gyorsabban megélni. Uh -huh. Úgyhogy ez a felgyorsult világ, és ez az első két fázis, hogy elköteleződöm érzelmileg, aztán az a motiváció, az a hajtóerő, amit a szenvedély jelent, az nagyon erősen, intenzíven és viszonylag gyorsabban zajlik. A mai fiataloknál az elköteleződés, a harmadik fázis, ami egy szerelmi kapcsolatnak azért mégiscsak egy össze komoly összetevője, az pedig sokkal később, a húszas évek végén alakul ki, viszont már tizenéves korban a kapcsolatok elkezdődnek. Mit gondol, mi az az egészséges időintervallum, amikor valakit online megismerünk, elkezdünk csetálni, mikor jöhet el a személyes találkozónak az ideje, mikor egészséges már, hogy tényleg lássuk egymást a valós életben is. Hát ennél nehezebb kérdés, nehéz lenne föltenni, mert, mert én azt hiszem, hogy ez pároktól és a személyiségtől függ, hogy mikor szállják rá magukat. De a kérdés azért jogos mégis, mert azok, akik nagyon bizonytalanok önmagukban, félnek a a másik szemébe, szemtől szembe elnézni és találkozni, azok az idők végezetéig húznák a személyes találkozást. Hát vagy félnek attól, Tehát, hogy nem fognak azért, a másiknak, így ugye? van, és... És, és, inkább aki, aki nagyon bizonytalan magában, az halogatja, és így van az, hogy nagyon sok ismerőse lehet valakinek, és mégis magányos. Mert, mert egy idő után azért ezek a, az internetes kapcsolódások kimerülnek, már nem tudnak egymásnak újat mondani, viszont a személyes találkozóra valamelyik fél nem szánja rá magát, és akkor elhal ez a kapcsolat, ő meg magányos marad. A magányt egy kicsit oldja aztán, hogy, hogy új ismerettséget keres, de az biztos, hogy az egészséges személyiség fejlődéséhez hozzátartozik nem csak a pályaválasztás, meg az önállósodás a szülőktől, hanem a párválasztás, a párkapcsolat. És én azt gondolom, hogy minél rövidebb idő után érdemes személyesen találkozni. Hogy nézzék meg, hogy a személyes találkozóval is ugyanazt az érzést váltják ki egymásba, vagy még jobbat. És akkor, akkor elköteleződhetnek, ha nem is hosszú távra. Mert hát ma nem az van, hogy javítgatjuk a kapcsolatot, pláne a fiatal korosztályban, hogyha ha nem tetszik, akkor, akkor válthatunk. Minek köszönhető az, hogy online térben könnyebben adjuk ki magunkat, és merészebbek tudunk lenni? De... Ez is egy nehéz kérdés, ugye? <laughs> Én azt hiszem, hogy azért, mert nem kell a másiknak szemtől szembe a szemébe nézni. Ez az egyik. A másik, hogy azért is bátrak, mert nagy a konkurencia, és azt látják a lányok is, hogy milyen csábító fotókat tesz ki mondjuk egy osztálytársa vagy egy ismerőse, és azt gondolja, hogy lemarad a versenyben. Hogyha ő, 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 ő visszafogottabb képet tesz föl. Arról nem is beszélve, hogy a tizenéves kor elején, amikor már azért tesznek magukról fel nagyon is felhívó, kihívó és csábító fotókat, nem számolnak a következményekkel. És a fiúk is igyekeznek egy olyan fotót, vagy a fotóköré egy olyan milliót, a, amit ők úgy éreznek, hogy érték, vagy vonzó a másik félnek. És hát ezzel azért meg lehet egy kicsit csalni azt, akit, akivel meg akarunk ismerkedni. Említette, hogy teenager-kor elején már kihívó képeket raknak ki magukról ezek a lányok. Hogy felkeltsék a fiúk érdeklődését. Ez valószínűleg egyébként a többi közösségi oldalról jöhet, hogy ezt látják, ez Igen. a trendi, ez a menő, akkor leszek én is valaki, ha megmutatom magam. Azonban ennek nagy veszélye is lehetnek. Tehát, hogy egy 14-15 éves lány olyan fotót rak ki magáról, ráír valaki, nem tudjuk, hogy mennyi idős a másik fél, nyilván online térben vagyunk, lehet 20 éves, lehet 30 éves, lehet 40 éves, nem tudjuk, hogy milyen Igen. az az ember ez picit már így elrugaszkodott a témától, de nagyon jelen van. Hogyan tudják ezt ellenőrizni a szülők, hogy a kislány milyen képeket rak ki magáról? Én azt gondolom, hogy ezt meg kell előzni egy nevelési folyamatnak, mégpedig egy szerető és elfogadó közösségbe. Ez nagyon fontos, mert én azt tapasztaltam, hogy sok fiatal lány nem ismeri elmondani a szülőknek, hogy, hogy ő kivel milyen képe, és hát sokkal tájékozottabbak az okos eszközök használatában, mint a szülők. Úgyhogy nyugodtan feltehetnek magukról olyan képet, ami aztán később derül ki, amikor zűr van, vagy amikor egy olyan felnőtt vagy idősebb ember ír rájuk, aki, de ez fiúkkal is előfordulhat úgyhogy azok sincsenek védreve, azokra is vigyázni kell szerintem ebből a szempontból. És hogyha megmeri a lány mondani, vagy a fiú, hogy én ezekkel csetelek, mit szóltok hozzá, akkor a szülő ö, tudja befolyásolni, vagy elmondani azt, hogy nem biztos, hogy, hogy ezek a nagyon csábos fotók, ezek, mert mindenki ilyen nagyon csábosat tesz, és az is érdeklődésre száll, tarthat számot, aki meg visszafogottabb. Úgyhogy az is megtalálja azt a közeget, aki, ö, aki vele aztán foglalkozik. Úgyhogy viszont vannak olyan helyzetek, amikor a szülőknek igenis használni kell azokat a zárakat, amivel bizonyos információkat lekódolnak. És az is egymást is cukkolják, néha egy osztályon belül már felső tagozatosok is, hogy én ilyen képet tettem ki, egy olyat. Egymás között ezeket elküldik, és akkor egyszer csak felel valaki fölteszi a világhálóra a Facebookra, amire nem számítottak, mert ők egymás közt egy osztálytársnak elküldeni azt a tiptopos fotót, de arra nem gondol, hogy esetleg a másik fölteszi a világhálóra, hogy nem csak úgy veszi, hogy ez egy személyes üzenet. Igen, az online ismerkedésnek, és hogy most már tényleg ezt a teret használjuk, ez sajnos magával hozza ezt, hogy ilyen veszélyek leselkedhetnek, mind a fiúkra, mind a lányokra. Nyilván szerintem a mai világban azt már egyre nehezebb megtenni, hogy mondjuk egy 16 éves lánynak a szülők kódolják a, a dolgokat. Azt, azért mondtam, hogy ezt föl kell készíteni, hogy, hogy van ilyen, és hogy ilyen helyzetekben nem menjen bele. Ez az egyik. A másik, hogy nagyon meg kell gondolni azt, hogy hogy például más városban, vagy egy nem is tisztán túlon, Dunán túlon talál aki, akivel nagyon jókat csetelnek, és, és azért meg kell gondolni, hogy hogy utazik el, hová mennek, köztes helyen találkoznak-e, mert ezeknek a személyes találkozóknak is van rizikójuk. Egyre több olyan helyzettel találkozok, mikor házi buli van. Házi bulin összegabajodnak a fiúk, lányok, intim helyzetekre is sor kerül, és akkor nevetve fölveszi a társaság, és másnap fölteszik. A világhálóra, és kikerül onnan már lehet ürülni. nagyon nehéz. Az iskolában vagy gimnáziumban a félosztály ezen nevet, meg ezt kommentálja, úgyhogy nehéz helyzetbe kerülhet lány és fiú is, és nincsen, úgy láttam, nincsen gát ha az agresszív jeleneteket is fölveszik, rögzítik, ezt tudjuk, de, de az ilyen intim vagy szexuális közeledéseket is fölveszik, és akkor, akkor kiteszi egy-egy házibuli, hiába barátok, vagy úgy tűnik, hogy barátok. Úgyhogy van -e ilyen veszélye is? Beszéltünk ugye arról is, hogy amennyiben valaki még személyesen nem találkozott azzal a fiúval, vagy lányjal, akivel írogat, akkor automatikusan elkezdi felruházni olyan külsőségi jegyekkel, belső tulajdonságokkal, amit igazából ő szeretne, hogy a társa olyan legyen. Ezzel valószínűleg ugye becsapja magát, és egy álomvilágban él. Ilyenkor az írogatást követő találkozás rosszul sülhet el mindenképpen? nyilván csalódást okoz, de lehet, hogy a személyes találkozásnál olyan egyéb pozitívumok derülnek ki a másik személyiségéről, amit azért egy üzenetváltás sorozattal nem tudott megmutatni. És akkor néha ez a reálisabb kép nem okoz csalódást mert több szín, több értéket tudunk megmutatni. És nagyon sokan vannak, akik online térben gátoltabbak, vagy visszafogottabbak, meg online térben azért nem lehet teljesen kitárulkozni. Viszont van egy-egy mozdulata, egy-egy gesztusa, ami nagyon szimpatikus. És ilyenkor tényleg a személyiség összhatása rendkívüli, és, és ez lehet nagyon vonzó is. Bizonyos dolgokat nem olyannak lát, mint amilyet a képen, de, de ez, ez lehet jó is. Uh -huh. Akkor ennek nem kell mindenképp volt. Nem, nem. Én legalábbis úgy lá, azt tapasztaltam, hogy nagyon jó kapcsolatok, mást vártak, de pozitívan csalódtak, mert olyan értékek jöttek föl, amire nem is számított akár művelődésben, akár közös érdeklődési területben, úgyhogy lehet, jól is elsülhet az online térben történt ismerkedés is. És ezért térnék vissza arra a kérdésére, hogy mikor jó találkozni a másikkal személyesen, hogy minél előbb, hogy ez, ez kiderüljön. Nem szabad húzni, halasztani, Jóknek is össze kell szednie magukat, bátorságot kell gyűjteni. A lányok sokkal taktikusabbak, sokkal sokkal ügyesebbek, jobban megtalálják azt a közvetítő közeget, például egy személyes ismerkedésnél, ha egy bulin, vagy mit tudom én, ilyen egyetemi bálon bárhol meg akarnak ismerkedni valakivel, akkor ők jobban megtalálják a közvetítő láncok a szemeket, akik be tudják mutatni, akikkel egy társaságban van. Ezekre sokkal jobb érzéke van a lányoknak. A fiúknak pedig, hát, Nincs. De, el kell fog, de jó, ha el tudják fogadni a másik közeledését, és akkor legalább összeszedik a bátorságukat. Erre is akartam egyébként kitérni, hogy mi válthatja ki a fiúkból, hogy félnek a lányoktól, félnek megszólítani, ha mondjuk az utcán látnak egy szép lányt és azt mondják, á nem, 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 biztosan fogok neki tetszeni, nem merek oda menni. Majd inkább megkeresem Facebookon, vagy, vagy hát ha valamelyik ismerősömnek az ismerősei között megtalálom online, és akkor mondjuk a Facebookon merészebb leszek. Ez a fiúk beállítódásától is függ, mert van olyan fiú, aki azt mondja, hogy oda megy tíz lányhoz, és ha abból egy fogadja a közeledését, az már egy jó arány. És akkor ezzel ő vidáman van. Más pedig azt mondja, hogy hát első lány nem fogadta az ismerkedési akkor én másodikkal már nem próbálkozom. Tehát ez alapvető személyiség. Kudarcként. Egy kudarcként, és ma a kudarcot az sokkal nehezebben viselik, én azt láttam. A személyiségük korábban kezdik a kapcsolatot, de a személyiségük sok szempontból éretlenebb. És a kudarcot, visszautasítást sokkal nehezebben bírják ugyanúgy, mint azt, hogy, hogy késlelteti a másik a választ. Túl sokat látnak, túl sokat tapasztalnak, szerintem fiatal ellenére. Minden velünk szembe jöhet az interneten. Kivétel nélkül, és lehet, hogy ez egyfajta szorongást eredményez, illetve azt látják, hogy lehet a másik fiúnak nem tudom milyen autója van, mennyi pénze van, és hogy lehet, hogy ő ezt nem teheti meg, és ez okozhat egyfajta szorongást. Hát én azt gondolom, hogy a lányok nagy része, pláne a 20 éves, 10 éves korig talán a 20 éves kortáján is, még, még nem ezt nézik, hogy, hogy milyen autója van, és nem azt nézik, hogy aki a busz megállóban vár, fiú akár milyen helyes, azzal nem foglalkozom. Igen, mert ő busszal van. <gül> <gül> Mi csoda dolog, hogy ő is busszal megy. De van olyan, és a párkereső hirdetéseknél is van olyan, amelyik úgy hirdeti, hogy ha szép és gazdag partnert akarsz, akkor erre az online ismerkedési felületre jelentkezz be. Úgyhogy ö, ö, vannak ezek az online ismerkedő felületek, nem csak az, hogy szörfözik a Facebookon is valaki helyese ráír. Úgyhogy, és ezek most már különböző módon hirdetik magukat életkortól ö, és egyéb ö, ilyen elvárásoktól függően a rózsaszín köd az megvan az ismerkedés fázisában, hogy azzal a tulajdonsággal is felruházzuk a másikat, ami talán nincs is meg. De azt mondják, hogy ez a rózsaszín köd, ez a fázis nagyon fontos ahhoz, hogy később el tudjunk köteleződni. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.